Április 21-én és 22-én került megrendezésre a Szólam a mi néptáncosainak évvégi vizsgaműsora, melyhez csatlakoztak a Hét Színvirág Oktatási és Kulturális Alapítvány, valamint a Kiskörös Néptánc Együttes csoportjai is. Az idei évben 7 korcsoport mutatta be az év során tanult koreográfiákat, melyeket Horváth Katalin, Kaponya László, Bőtös Barnabás és Bőtös Kürtösi Lilla táncpedagógusok tanítottak be. Jelenleg 196 táncosunk van a Hét Színvirág Alapítvány keretein belül, a művészeti iskolában pedig 126 tanuló. Tehát összességében a Kiskörös Néptánc Együttes és a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola összlétszáma 196. Hogyha a nézők ugye eljönnek, a hozzátartozók, már egy előadás kevés lenne, ezért azt gondolom, hogy kétszer, majdnem teljesen megtöltjük a nézőteret, és így talán mindenki meg tudja tekinteni a hozzátartozó táncos tanítványt, vagy felnőtt táncos társát tulajdonképpen. A pénteki bemutató kezdetén a Szólam a mi intézmény vezetője, Markóné Csányi Gabriella és Horváth Katalin táncpedagógus köszöntötte a megjelenteket. Horváth Katalin elmondta, hogy az esemény a Hét Színvirág Alapítvány keretei között működő Kiskörös Néptánc Együttes és utánpótlás csoportjai mutatkoznak be, akik 2009 óta már egy közepes néptáncműhelyén nőtték ki magukat, hiszen a 196 főt számláló együttes felmenő rendszerben 7 korcsoportban sajátítja el a Kárpát-medence néptánc hagyományát. A tagok az előkészítő munkát már a 4 kézláb óvodás csoportban kezdik, míg a felnőttek már 2 felnőtt csoportban fejleszthetik magasabb szintre tudásukat. A palánták, a töpörtyük, a tökmagok és az ifjúsági csoportjaik többségében a Szólam a mi tanulói, így ezek az előadások különösen nagy jelentőséggel bírnak tanulmányaikban. Ilyenkor vizsgaelőadás az azt jelenti, hogy közönség előtt a gyerekek előadják az ez évben tanult táncaikat, koreográfiákat, és hát természetesen a Szólam Művészeti Iskola vezetősége is itt ült a nézőtéren, és mint vizsgabizottság erre kapják, ezt értékelik, és erre kapják a gyerekek az évvégi osztályzatot. A műsor előkészítéseként Szappanos Tamás előadásában a Kiskörösi Néptánc Együttes táncosától hallhatott a közönség egy szlovák népdalt. Elfordultam a kunyhára, rágyújtottam a pipára, azaz rágyújtottam volna, hogyha A rendezvény a 4 kézláb óvodás csoport műsorával kezdődött. A 3,5-5 éves korú 4 kézláb óvodás gyermekcsoport 2022. októberében kezdte meg a népi játékokkal, készfogással történő vonulásokkal, a térben való mozgásokkal való ismerkedést. A Debrecenbe kéne menni című műsorra Horváth Katalin készítette fel őket. A műsor a Palánta Gyermekcsoport Lak jól, liba lak című előadásával folytatódott,
A 6-7 éves gyermekekből álló csoport tagjai nemrégiben részt vettek első versenyükön, a Bács-Kiskun vármegyei néptáncversenyen, ahol a kiemelt aranyminősítés mellett a legtermészetesebb előadás külön díjban is részesültek. A csoport tánctanárai Kapunya László, Bőtös Barnabás és Horváth Katalin. A harmadik műsorszámként a 7 és 9 éves Töpörtyük gyermeknéptáncsoport alapfok első és második osztályos növendékei léptek a színpadra. A csoport fele szerepelt a Nemzeti Tanévnyitón, valamint részt vettek március 25-én a Vármegyei Néptáncversenyen is, ahol kiemelt aranyminősítést kaptak. Továbbá a versenyen részt vett 22 koreográfia közül, ezt a koreográfiát jutalmazta a zsűri a legjobb koreográfia különdíjjal. Műsorok címe az Ügyes Gyurka volt, melyben kalocsai játékokat és marsot láthatott a közönség. A csoport vezetői Bőtös Barnabás és Horváth Katalin. A negyedik műsorszámban a közönség a Művészeti Iskola továbbképzős osztályait láthatta, akik 14-18 éves fiatalok. A 8 és 9. évfolyam tanulói a tanév szeptemberében kerültek fel az idősebbek közé, így most egy nagy létszámú ifjúsági csoporttal büszkélkedhetnek. A kibővített csoport is részt vett a Bács-Kiskun vármegyei versenyen, ahol ezüst minősítésben részesültek. Szilágysági táncukkal Erdélybe kalauzolták a közönséget. A csoport vezetői, valamint a koreográfiát készítette és betanította Bőtös Barnabás és Bőtös Kürtösi Lilla. A műsora többségében már felső tagozatos Tök Magok gyermeknéptáncsoport Kend erre, én meg arra című előadásával folytatódott. A csoport fiatalabb tagjai szintén részt vettek a Nemzeti Tanévnyitón 2022. augusztus 31-én. A Bács-Kiskun vármegyei néptáncversenyen előadott táncuk aranyminősítést érdemelt.
A csoport tánctanárai Bőtös Barnabás és Horváth Katalin. A Kiskörös Néptánc Együttes felnőtt kamara néptánc együttese jelenleg 5 párból áll. Tagjait a művészeti iskolát már elvégzett kiskörösi és izsáki fiatal felnőttek alkotják. Az ő előadásukban ezúttal magyar palackai táncokat láthatott a közönség. A koreográfiát Bőtös Barnabás és Bőtös Kürtösi Lilla készítette. Utolsó műsorszámként a kezdő felnőtt csoport lépett színpadra, akik csak néhány hónapja kezdtek bele a közös munkába. A csoportot többségében a gyermekek szülei és barátaik alkotják. Létszámuk 24 fő azonban ezúttal nem a teljes csoport állt a közönség elé, hiszen számukra a fellépés nem kötelező, hanem lehetőség. Úgy indítottuk a csoportot, hogy nem kötelező fellépniük, a táncszeretetből kezdtek el tanulni táncot. Ők is szerették volna azt tudni, amit a gyerekeik, illetve azt, amit már gyerekkoruk óta akartak, csak egyszerűen nem volt rá lehetőségük valami miatt, vagy fociztak eddig, vagy bármiféle más csináltak, ami egyszerűen nem adott nekik időt arra, hogy néptáncoljanak. Szóval fele csoport táncolt, a másik fele én úgy gondolom, hogy jól érezte magát a színpadon, de a színpad hátom, tehát a takarás mögött azért ott láttam némi fagyást az arcokon, de úgy gondolom, hogy amikor kiléptek a színpadra, akkor maximálisan oda koncentráltak, illetve nagyon ügyesek voltak. A kezdő felnőtt csoport műsorának címe Pusztinai Nagyhegy alatt volt, melyben moldvai táncokat mutattak be. Koreográfusuk és a csoport vezetői Bőtös Barnabás és Bőtös Kürtösi Lilla. Thank you.
Szappanos Emese a Kiskörös Néptánc Együttes felnőtt táncosa, az alapítvány kuratóriumi tagja, az est konferenciéja. Nem csupán a csoportok múltjáról és az eddig elért eredményeikről számolt be a közönségnek, hanem a közelgő versenyekről, utazásokról és táborokról is. Elsődleges célja mindig a tábornak, én úgy gondolom, hogy a közösségépítés, hiszen közösségben neveljük a gyerekeket, nem egyéni oktatásról van szó. Ahhoz, hogy a gyerekek a színpadon egy egységes képet mutassanak, és egy összehangolt produkciót elő tudjanak adni, ahhoz kell egy bizonyos közösségi szellemiség, és hogyha a gyerekeket kellőképpen tudjuk motiválni, ezt a célt szolgálják ugye a néptánctáborok, és kicsit közelebb hozzák egymást a gyerekek, illetve közelebb kerülnek a gyerekek egymáshoz a táborok folyamán, hiszen más oldalról ismerkedhet meg a gyerek egymással, illetve a másik a táncpedagógus és a gyermek viszonya. Nyilván nem a színpadi, a parketti viszonyulásban, hanem a hétköznapi, a szórakozás, a pihenés, a jókedv, az esti bulizás is benne van, az esti táncházak, és hát természetesen egy kis táncoktatás is, de lényeg az, hogy egy sokkal összetartóbb, erősebb közösséget hozunk létre. A Palánta gyermekcsoport és a Töpörtyűk gyermeknéptáncsoport jelenleg a májusi Szegedi Országos Néptáncversenyre készülnek. Az ifjúsági táncsoport is készül a Szegedi Országos Versenyre, valamint meghívást kaptak augusztus 18-ától 20-ig a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztiválra, ahol több műsorszámmal is bemutatkozhatnak. A Tökmagok gyermeknéptáncsoport meghívást kapott augusztus 17-től 20-ig Csehországba, a Királynők városába, ahol vendégszerepelni fognak a Folklór Fesztiválon. A Kiskörösi Néptánc Együttes felnőtt kamara néptánc együttes tagjai a nyáron a Hétszínvilág alapítvány támogatásával a felnőtt néptánc táborban fejleszthetik tudásukat. Augusztusban pedig néhányan becsatlakoznak a Tökmagok csehországi utazásához, ahol fellépésükkel színesítik majd a csoport programját. A kezdő felnőtt csoport sem maradt ki a nyári felkészülésből, hiszen a Hétszínvilág alapítvány támogatásával a felnőtt néptánc táborban fejleszthetik tánctudásukat. A tábort úgy szervezzük meg, hogy az ifjúsági csoporttal kezdünk, illetve a felnőtt csoporttal vesszük át a tábor helyet majd utána. Lesz egy váltónap, amikor mind a két csoport ott lesz. Az ifjúsági csoportban vannak olyanok, akik 18 évesek lesznek, és szeretnénk, hogy ők is részesé legyenek a csoportnak. Már most is egyébként a Palackaiban táncoltak az ifjúsági csoportosok közül is páran. Tehát ez egy fajta élet, vagyis hogy táncba nevelés talán a tábor. Mi edzőtábor tartunk, a kicsiknél kicsit kevesebb lesz a néptánc, az ifjúsági, illetve felnőtt csapatnál azért jelentős lesz a táncmennyiség abban a pár napban, amikor együtt leszünk, és a következő évi táncanyagot fogjuk nekik tanítani. A pénteki műsor egy táncházzal zárult, melynek lényege, hogy mindenki megtapasztalja a szabad tánc örömét, valamint ilyenkor azok a gyerekek és szülők is csatlakozni tudnak, akik nem tartoznak a tánccsoportok egyikéhez sem. Lehet is hallani a dobszót, tehát a moldvai táncokról van szó, az egy lánctánc, amit végül is elég csak egy kis ritmusérzék, és könnyen el lehet sajátítani, és sikerélményhez juthat a táncos. Ez a táncház tulajdonképpen az idei évben, a 2022-23 évben Csóri Sándor pályázatunk alapján kezdődött el, tehát kezdtük ezt decemberben a Mikulás táncházzal, kint a Termál Hotel éttermében, ami nagyon népszerű volt, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy létszámilag azért több százan jelen voltak és részt vettek hajnalig tartó táncházunkban, élőzenés táncházban. A másik ugye az alapítványunk 20 éves évfordulója volt, azzal az alkalommal rendeztük a második táncházunkat, ez mind pályázati támogatásból, ami azt jelenti, hogy az élő zenekarnak a munkáját ki tudjuk fizetni, valamint a táncoktatóknak a díját. És hát ez a harmadik táncház, amit részben a pályázatból, részben pedig az alapítvány egyéb bevételéből finanszírozunk, egy rövid kis táncházat. Gondoltuk, hogy a résztvevő szülők és a gyerekek egy kicsi ráadást még rá tudjanak húzni. Úgy, ahogy az igazgatónő mondta, hogy papucszaggatás folyik ott kint, tehát jó kedvükben, de hát nagyon rövid időtartamban.
A Szólam Ami és a Hétszínvirág Oktatási és Kulturális Alapítvány Kiskörös Néptánc Együttes csoportjainak táncházaiban a nyár során is lesz lehetőség részt vennie az érdeklődőknek. A csoportokat legközelebb előre láthatólag szeptemberben a Kiskörösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok keretén belül láthatja majd a közönség.